Sokan beszélnek a megvilágosodásról, arról, hogy hogyan lehet elérni ezt a tudatállapotot, milyen módszerek, milyen technikák léteznek, mert ugye azt is mondják, hogy az ember azért jön a Földre, hogy elérje ezt a létállapotot, hogy elérje a megvilágosodást, és hát ennek érdekében nagyon sokan útnak indulnak, elhagynak olyan világi javakat, vagy olyan dolgokat, amelyekről úgy gondolják, vagy egy szélesebb kör úgy gondolja, hogy nem azok a valódi értékek, és helyettük teljesen más szellemi kincsek után kutatnak, vagy kutatunk. A megvilágosodás állapota vannak, akik szerint egy pillanat alatt el lehet érni. Én úgy gondolom, hogy nagyon sok mindenből tevődik össze, és ez egy nagyon hosszú folyamat. Nem kétnapos kamino előzi meg, úton lehetünk akár 13 éve is. Számomra azt jelenti a megvilágosodás, hogy nem csak rájövök arra, hogy milyen sok nehézség van itt mi nálunk, hanem ezért teszek is. Tehát én úgy gondolom, hogy a megvilágosodás az egyenlő az irgalommal. És az irgalom az azt jelenti, hogy felemelem azokat, akik segítségre várnak, akik támogatást igényelnek, segítem a rászorulókat, segítem az elesetteket, és tulajdonképpen önmagamból adok azért, hogy másoknak jobb legyen. Ha erre rájövünk, akkor megvilágosodunk. Ha szeretettel tudunk odafordulni minden nehézség felé, mindenki felé, aki elesett, és nagyon nehezen tudja ezt az életnevű műfajt végezni, akkor azt hiszem, hogy elérjük azt az állapotot, ami a mindenség számára a legszebb és a legszentebb. Hiszen szerintem azért kaptunk életnevű lehetőséget, hogy másoknak segítsünk, hogy segítséget nyújtsunk, és pontosan ezt a fajta humánumot gyakoroljuk most itt. Az is igaz, hogy nagyon sok téves hitrendszer működik ezen a bolygón, hiszen egyáltalán nem azt tanítják, hogy hogyan menjünk oda a hajléktalanokhoz, hogyan adjunk ételt mások számára, hogyan osszuk meg azokat a javakat, amelyeket mi is tulajdonképpen ajándékba kaptunk, tehát én úgy gondolom, hogy éppen ezért kötelességünk nekünk is ajándékba adnunk másoknak, segíteni és elosztani azt, amink van. Ez az, amit tanulnunk kellene, és nem csak tanulnunk, hanem gyakorolnunk. A humánumot igenis lehet gyakorolni, a humánumot igenis el lehet sajátítani, hiszen egy olyan zárt rendszerben élünk, egy olyan zárt világban, ami nem engedi meg azt, hogy odaforduljunk a másikhoz. És akkor ugye megkérdezem, hogy miért? Miért hagyjuk, hogy így legyen? Miért hagyjuk azt, hogy így éljünk? Miért hagyjuk, hogy amíg mások segítségre várnak, felemelik a kezüket, oda nyújtják, addig nagyon sokan nem viszonozzák, nem nyújtják oda a segítő kezüket. Számomra érthetetlenek ezek a dolgok. Érthetetlenek pontosan azért, mert úgy érzem, hogy lehet, hogy ez a fajta minőség, vagy az ember teljesen máshonnan származik, egy olyan szeretett rendszerből, egy olyan magasabb érték mintából, amely ezt egyáltalán nem engedi meg.
nem engedi meg azt, hogy cserben hagyjuk a másikat, nem engedi meg azt, hogy bármiért is elforduljunk valakitől, csak azért, mert nehezebben viseli ezt a fizikai létezést. Szerintem nagyon nehéz megtanulni itt a Földön elevickélni, és mindent mindig harmonikusan végezni, hiszen nagyon sok nehézséget okoz maga az anyag, maga az, hogy anyagban élünk, hogy fizikumban vagyunk, és ezeket a testeket, ezeket az objektumokat, és ezeket a sűrítményeket kell mozgatnunk. A szabad lélek nehezen tud érvényesülni tulajdonképpen ezen a területen, és biztos, hogy érzi, hogy nem ez az igazi hazája, és nem is ez az igazi önvalója. Szerintem az igazi önvalónk az támogató, és segítségnyújtó, és nagyon humánus, és úgy gondolom, hogy ez belénk van kódolva. Hiszen gyerekként még az ember nagyon önzetlen is tud lenni, aztán felnőtt korunkra ezt valahogy ki nevelik, vagy ki szedik belőlünk, pedig ez a mag, vagy ez a kincs, ez bennünk rejlik, és hordozzuk. Ezt szerintem nem lehet elvenni, csak elfordulni tőle. És ha elfordulunk ettől az egységtől, a rendtől, Istentől, a szeretettől, akkor nagyon sok nyomorúságos dolgot élhetünk át, és rettenetesen sok nyomort és fájdalmat láthatunk. Itt mindig az a legfontosabb, hogyha látjuk és tudjuk, akkor ne hagyjuk szótlanul, és tegyünk azért, hogy ez ne így legyen, hiszen tudunk cselekedni. Vannak erre bizonyos eszközeink, és vannak testrészeink is, hiszen van kezünk, lábunk, szánk, fejünk, tehát minden eszközünk megvan arra, hogy segítséget nyújtsunk az embereknek, a társadalomnak, és ennek az egész világnak, hiszen az egész világ egyfajta támogatásra vár, hiszen olyan nehezen és olyan régóta vagyunk már így. Azt hiszem, hogy ez a legcsodálatosabb dolog, amikor az ember rájön arra, hogy mennyi minden tehet ő maga másokért. Hát ez a megvilágosodás. Ez az, amikor az ember alázattal tekint mindenre és mindenkire, az életre, és nem akar feljebb emelkedni másoknál, nem akar több lenni, akár lehet kevesebb is, de soha ne több, hanem mindig érezzük azt, hogy mindenki egyenértékű, mindenkinek nagyon sok a problémája, keressük meg azokat a lehetőségeket, amelyekkel szebbé tehetjük a környezetünket, szebbé tehetjük magát, a létezést. Tegnap elolvastam azt, hogy mit írnak az interneten a pénzről, mint olyanról, mert én úgy gondolom, hogy ez a fajta eszköz, amelyet annó felfedeztek vagy kitaláltak, nagyon elidegeníti az embereket egymástól. Egyáltalán nem a szeretetre koncentrálunk, egyáltalán nem a szeretetre fókuszálunk, ami pedig a legfontosabb lenne, hiszen én úgy gondolom, hogy a szeretet a legmagasabb szintű fenntartó erő. Tehát az odafigyeléssel, az egymás iránti szeretettel, a humánummal, a törődéssel tartható fent a létezés, ezek által működtethetőek, hiszen a szeretet energia, mint olyan, az nagyon sok mindenre képes, nagyon sok mindent felül vagy át tudunk vele írni, nagyon sok negatívumot tudunk vele kijavítani, és jobbá tenni azokat a dolgokat, amelyek a mínuszban vannak, vagy a mínusz felé mutatnak. Tehát mindig az a cél, hogy felemeljünk, mindig az a cél, hogy átfordítsunk bizonyos dolgokat a pozitív irányba, a jó felé, a nemesebbik út felé, hiszen így tudunk megmaradni, így tudunk nagyon sokáig fent maradni, és létezni itt ezen a Föld nevű bolygón, hiszen hogyha az a cél, hogy sokáig itt maradjunk, akkor az lenne a legfontosabb, hogy szeretetet termelj,
figyeljünk, bár lehet, hogy ez rossz szó, én mégis úgy érzem, hogy szeretetet kell mindig, minden nap előállítani, szeretettel kell lenni minden létező iránt, és hogyha ezt megtanuljuk, akkor azt hiszem, hogy elérünk egy olyan pontot, amire már nagyon jól lehet építkezni, és amiből már elindulhat minden. Elindulhatnak kapcsolatok, ráépíthetünk olyan csodálatos egységeket, olyan emberi interakciókat, együttléteket, együttérzéseket, amelyekből nagyon-nagyon sok minden alakulhat. És hát ugye a cél, mi az emberiség célja? Ugye nagyon sokan az isteni állapotot szeretnék elérni, Istent, magát, és azt hiszem, hogy ez az egyik alapköve annak, hogy ezt az érzés, ezt az állapotot elérjük és megjelenítsük, hiszen hogyha nincsen alap, akkor nem tudunk mire felállni, nem tudunk mire építkezni, nem tudunk honnan elindulni. És a szeretet az egy nagyon jó alap, egy nagyon jó gyökér is lehet, ami megmarad, amiből táplálkozhatunk, amiből elindulhatunk, és amiből olyan új dolgok és új életek sarjadhatnak, ami maradandó, örök, és ami egy olyan létállapotot eredményez, amire nagyon sokan vágyunk. Ez a béke állapota, ez a harmónia állapota, amiben már megjelenik az egy, amiben egységként tudunk létezni. Én úgy gondolom, hogy az, hogy nagyon elszakadtunk a közösség fogalmától, hogy nagyon elszakadtunk attól a gondolattól, attól az érzéstől és attól az indítatástól, hogy inkább együtt oldjuk meg a dolgokat, mint külön. Ez nagyon befolyásolja a mai életünket, és nagyon elidegeníti az embereket. Olvasgattam több cikket és több olyan írást, amely arról szól, ugye, hogy hogyan bomlott fel az ős közösség annak idején, és hogyan kezdtek el az emberek különféle plusz javakat termelni saját maguknak, és ami nagyon érdekes ebben az egészben az ugye az, hogy annó mindig csak annyit állítottak elő, amennyire szükségük volt, tehát nem volt felesleg, nem volt tömegtermelés, ugye, mint ahogyan ma van, hogy ontják magukból a gyárak a különböző tárgyakat, eszközöket, annyit, amennyire szerintem nincs szükség, és más dolgot pedig nem ontanak magukból, a szeretetet például nem látom sehol, hogy dömpinggel árasztanák, és rengeteg lenne, és olyan sok lenne, hogy fürdeni kelljen benne, mert én úgy gondolom, hogy igenis meg kell tanulni azt, hogy hogyan lehet ezt a fajta dolgot áramoltatni, és én nagyon sajnálom azt, hogy mi már nem élhetünk ebben a közösségben, hogy mi már nem élhetünk egy olyan világban, ahol az emberek megosztották egymással azt, amiük volt, segítettek egymásnak, csereberéltek, ahol talán még mindenki tudta, hogy mi az igazi érték, és nem ezeket a papírdarabokat, vagy ezeket a fém darabokat részesítették előnyben, ugye, amire ma azt mondják, hogy a pénz és az életünknek a fenntartója. Az életünk fenntartója a szeretet, az isteni egység. Ez az, ami fenntartja a létezést, és pontosan ezért kellene erre fókuszálnunk. Tehát én úgy látom, hogy a mai világ egyik legnagyobb fájdalma, szívfájdalma és hibája az a kapzsiság. Pontosan ebből adódik az, hogy az emberek elfordulnak egymástól, mert annyira csak az anyagban látják a boldogulást, a boldogságot, és azt, hogy ők ettől valakikké válnak, ami ugye nem igaz, hogy ezért mindenki, vagy nagyon sokan mindent maguknak akarnak. És szerintem ez nagyon komoly tévutakra viszi az emberiséget, mert így nem fogunk tudni megvilágosodni. Anyagban nincs megvilágosodás. Ha nagyon sok anyagi dolog vesz minket körül, nem fogjuk tudni elérni a megvilágosodás állapotát, pontosan azért, mert nem leszünk együttérzőek az elesettekkel. És pontosan ez az, ami a legfontosabb lenne. Az lenne a legfontosabb, hogy megtanuljuk az együttérzést. Még akkor is, hogyha mi nem vagyunk olyan helyzetben, de nagyon sokan akkor tudják ezt átérezni, amikor ők maguk is belekerülnek ebbe a helyzetbe, amikor átélik azt, hogy milyen, amikor nincs, vagy amikor nélkülözni kell, vagy nagyon nehéz
nehezen tudjuk megszerezni azokat a mindennapi dolgokat, amelyek szükségesek ahhoz, hogy mondjuk a fizikai testünket karbantartsuk, ápoljuk, tápláljuk. Én úgy gondolom, hogy ezek elemi dolgok, ezek olyan dolgok, hogy nem is kellene erről beszélni. Nagyon rossz dolog, hogy arról beszélünk, hogy az emberek nagy részének nincs mit ennie, hogy nincsenek rendes lakhatások, hogy nagyon sokan nélkülöznek, hogy nagyon nehezen lehet kifizetni azokat a dolgokat, amelyek alapügyek lennének, amelyek elemi dolgok ahhoz, hogy mi itt legyünk, és szolgálatot végezzünk, szeretett szolgálatot. Nagyon jó lenne, hogyha az emberiség kitalálna már magának egy másik, olyan fajta eszközt, vagy nem is eszközt mondok, hanem egy olyan fajta érzést, érzelmet, és egy támogatási rendszert, amivel egymást tudjuk segíteni, amivel mindenkinek jut, ami által mindenkinek jut annyi, amennyire szüksége van. És nagyon jó lenne, ha nem lenne telhetetlenség, ha nem lenne kapzsiság, mert ez is azt eredményezi, hogy akkor egy másik embernek sokkal kevesebb jut, vagy egyáltalán nem jut semennyi. Ezek nem utopisztikus gondolatok, ezek megvalósíthatóak, és ugyanúgy, ahogy annak idején létrehozták azt a fajta rendszert, azt a pénzvilágot, amiben ma élünk, és ugye nagyon sokan nem szeretik ezt a világot, ugyanúgy létre tudnánk hozni egy másik fajta világot is, és egy másik fajta szemléletet is ki tudnánk alakítani, mert ha az egyiket meg tudtuk oldani, akkor a másikat is megtudjuk, ha a rosszat létre tudtuk hozni, akkor a jót is. Én nem látok különbséget a tekintetben, hogy miért ne lehetne megvalósítani ezt a dolgot, hiszen ugyanúgy kellene cselekednünk, azaz nem ugyanúgy, hanem sokkal nagyobb figyelemmel és sokkal nagyobb szeretettel. De szeretet mindenkiben van. Szeretetet mindenki elő tud állítani. Ezeket a papírdarabokat nem tudja mindenki előállítani, pontosan azért, mert vannak olyan emberek ezen a Föld nevű bolygón, akiknek a tudatszintjük azok teljesen máshol vannak, másmilyen szint sokkal magasabban a szeretetben rezegnek nap, mint nap, és őket egyáltalán nem érdekli az anyag, egyáltalán nem érdekli őket ez a sok papír és fémdarab, amit pénznek neveznek, mert tudják, hogy nem ez a szeretet jele, tudják, hogy nem ezzel lehet megváltani a világot, nem ez a legfontosabb dolog, amire az embereknek szükségük van. Az embereknek szeretetre van szükségük, arra, hogy odafigyeljenek rájuk, arra, hogy törődjenek velük, és ezt mi meg tudjuk tenni, pontosan azért, mert minden lehető és minden eszközünk megvan rá. Tehát én azt nem értem, hogy miért nem ezt gyakoroljuk, azt nem értem, hogy miért nem segítünk egymásnak jobban és hatékonyabban. Mi az, ami visszatart, mi az, ami elidegenít, miért hagyjuk, hogy ez az ördögnek nevezett valami irányítsa az életünket, a világunkat, és miért nem fogunk össze, miért nem mondjuk azt, hogy elég volt, és igenis, mostantól másfajta rendszert fogunk élni, mert mi igenis a szeretet rendjébe tartozunk, hiszen onnan jövünk, onnan származunk, és ezt is akarjuk elérni. Akkor mi tart minket vissza? Mi az, amiért még 2017-re sem tudtuk ezt megvalósítani? Hiszen látjuk azt, hogy ami eddig történt, az nem jól működik, nem jól működik a világ, és már nagyon-nagyon sok idő elment. És ezeket már nem tudjuk visszacsinálni. Amik zajlottak a történelem folyamán, azok szerintem borzasztóan negatívak, és nagyon szégyenletesek, hogy az emberek így bánnak egymással. És ez ma is ugyanígy van, mert szellemi háború dúl, mert szellemi háború van, mert energiarablás van, mert az emberek elveszik egymástól azokat a dolgokat, amelyekre mindenkinek szüksége van, és hangsúlyozom, amelyek mindenkinek járnak. Hiszen akik ide jöttek erre a Föld nevű bolygóra, azok azért jöttek ide, és azért kaptunk mindannyian életet, hogy itt legyünk, itt éljünk, szolgáljunk, és boldogok legyünk. Tehát itt nem lehetne magántulajdon, nem lehetne az, hogy elvesszük a másiktól azt a dolgot, ami nekünk tetszik, csak azért, hogy nekünk legyen, vagy több legyen. És egyébként nagyon érdekes dolog, mert a pénzről azt írják, hogy fizikailag valójában nem, csak szimbolikusan van értéke. És azt is, hogy értéket az emberek bizalma ad neki. Tehát az emberek ruházzák fel értékkel a pénzt magát.
Egyébként nincs értéke, egy papírdarab nem lehet értékesebb az embernél és az isteni szeretetnél. Mert a papírdarab az mulandó, mert az csak egy eszköz. Mi vagyunk a kincsek, és mi vagyunk azok, akikkel törődni kellene, nem ezekkel a papírdarabokkal. Nagyon sok negatív érzelem társul ehhez a dologhoz. Nagyon sok negatívummal van felruházva maga a pénz, a pénzrendszer, mint olyan. Szerintem mindenkinek nagyon elege van már ebből, abból, hogy állandóan ezután, a papírdarab után hajtunk. Megmondom őszintén, hogy engem ez egyáltalán nem érdekel. Teszek rá, mert annyira idegen tőlem, annyira távoli az, hogy csak azért bántanak embereket, mert nincs elég papírdarab a zsebükbe. Hát milyen világban élünk? Milyen világ az, ahol nem arra kíváncsiak, hogy mennyi bennem a szeretet, hanem az, hogy mennyi ilyen papírdarab van a pénztárcámban, ami egy bőrdarab. És az, hogy abban a testben, ami szintén bőrdarab, amit az ember képvisel, hogy mennyi a jóság, hogy mennyi a kincs, hogy mennyi az a igazi való, arra miért nem kíváncsiak? Miért nem kíváncsi rá senki? És miért nem ezt kutatjuk? Miért nem ezt kérdezzük meg a másiktól? Miért azt kérdezzük meg, hogy te hol dolgozol és mennyit keresel? Miért ez a legfontosabb kérdés? Miért van az, hogy még mindig nagyon sokan nagyon alacsony tudatszinten rezegnek, és hisznek ezeknek a hitrendszereknek, ezeknek a dogmáknak, vagy ezeknek a sallangoknak? Miért nem tisztítunk, miért nem hozunk létre egy olyan világot, amiben nem ez van, amiben arra vagyunk kíváncsiak, hogy ki milyen valójában, hogy kiben mennyi a hála, mennyi a szeretet, és hogy ki mit tesz meg azért, hogy szebb legyen ez a világ mindenkiért. Azt is írják, hogy a pénz az, amit a piac annak elfogad, vagy amit az emberek annak elfogadnak. És azt hiszem, hogy ez nagyon fontos, ez nagyon nagy lényeg, mert ezt mi fogadjuk el? Mi tehetünk arról, hogy így élünk? Mi tehetünk arról, hogy van pénz, és hogy sokan azért nélkülöznek, mert nem tudnak eleget termelni nap mint nap, vagy hónapról hónapra? Nem nélkülözhetne senki. Pontosan azért, mert rengeteg minden van ezen a föld nevű bolygón. Ha megnézitek, akkor mindenből van elég. Mindenből van. Csak szét kellene osztani egymásnak. És nagyon sokan gyakorolják ezt. Rengeteg olyan szervezet van, akik mennek és segítenek, és osztják és mentik azokat a táplálékokat, azokat az eszközöket, amelyekre szükség van. És kimennek a legelhagyatottabb helyekre is, ahol már az embereknek nincs reményük, és igenis elviszik, és odaviszik, és átadják, és életeket mentenek. Hogyha ők meg tudják csinálni, akkor mindenkinek kellene. Akkor miért van az, hogy más nem tudja? Miért van az, hogy vannak, akik azért fordulnak el egymástól, mert nincs elég erejük, vagy nincs elég fizikai állóképességük? Pontosan ezt kellene segíteni, és pontosan olyan szeretet energiával kellene ellátnunk egymást, amitől fel tudunk állni, amitől újra el tudunk indulni nap mint nap. De ha mi ezt elfogadjuk, ha elfogadjuk azt, hogy egy papírdarab értékes, és egy papírdarab többet ér nálam, vagy bárkinél, akkor még nagyon sokáig fogunk szenvedni. Akkor még nagyon sokáig fogunk így élni, és nagyon sokáig lesz rossz, ha nem találunk ki egy másik fajta rendszer. De még egyszer mondom, van rá lehetőség. Mert miért nem fogadjuk el a szeretetet, mint olyat, csereeszközként, vagy egy ilyen segítő eszközként? És miért nem tudjuk azt megcsinálni, hogy mondjuk öleléssel fizetünk egymásnak mindenért? Hiszen az is energia, sőt, sokkal magasabban rezeg, mint a pénz. A pénznek alig van energetikája, negatív. Viszont a szeretetnek pozitív, és felemel, és kivirágozna tőle a föld, és sokkal jobb lenne minden, ha szeretet energiát adnánk egymásnak. Ha én átnyújtanék, és más is átnyújtana nekem, ezzel a szeretet energiával tudnánk rendbe tenni azt a bolygót, ami már kínlódik, ami már alig van, és mi is alig élünk rajta. Ezt kellene átgondolni, és azt, hogy karnyújtásnyira van a lehetőség, hogy itt van bennünk, értese kell nyúlni, hiszen bennünk van, hiszen adott, hiszen megkaptuk a lehetőséget, hogy szeressük egymást, és hogy ezzel a szeretettel rendbe tudjuk tenni azt, amit elrontottak, vagy elrontottunk. Van lehetőség, itt a lehetőség, és szerintem az idő is itt van, sőt, sokkal korábban kellett volna, hiszen annyi minden fájdalom ért már bennünket, és olyan sok rossz dolgon mentünk keresztül. Szerintem most már elég, és szerintem fel kellene ébredni, és pontosan ez a megvilágosodásnak a lényege.
szüksége. A megvilágosodáshoz az alázat vezet, az irgalom, az egymás iránti szeretet, a támogatás, a segítségnyújtás és a humánum. És ha ezeket megtanuljuk, hogyha ezeket el tudjuk sajátítani, és minden nap szeretettel és tisztelettel és alázattal tudjuk végezni, akkor azt hiszem, hogy elérkezünk oda, ahova már nagyon régóta vágyakozunk. Az én 13 éves kamínom az ezt jelzi. Én ezért indultam el, hogy ezeket a szellemi kincseket megtaláljam, és most elmondhassam. Ezért hagytam ott mindent, ezért léptem ki a komfortzónámból, ezért éltem úgy, olyan nehezen, ahogyan. De megérte, mert én úgy érzem, hogy elérkeztem oda, hogy tudom, hogy mi ez, és azt is, hogy mi a dolga és a legszentebb hivatása az embernek ezen a földnevű bolygón. Ez pedig nem más, mint a szeretetszolgálat.